van még ott kerekes másik Várjál, csak jöjjön le az igazgató. Hova jöjjek, Lati? Itt vagyok. Elő, mert elromlott a hangosításom. Gyere be második kocsinak is, akkor nyomjuk a... Kedves demonstrálók, várunk mindenkit ide előre! Hát olyan 30-40 autó. 40-50 minimum. 50 már, akkor ott az elején számoltam még. Igen. Abszolút egész napos, igen, még a második helyen vagyunk csak, úgyhogy tényleg menjünk át nyugodtan, tehát ahol önöknek szimpatikusabb, és nyugodtan látszod a csapat és a székház is. Így már igen, így már nem tudom. Jó, mindjárt megvárjuk a többi eljékat, és akkor... Még nem, nem, nem. Igen, de ugye most nem az a cél. Jó, tehát most ez nem ez a cél ennek a mai mostani dolognak, tehát ez így. Most nem ez a cél. Igen, nem ez a cél, de... Gyertek előre! Ez teljesen helyén való. Az úr, a Balogh Béla, ő a főszervezőnk. Úr pedig a tartalomszolgáltatásért felel, ugye? Tehát gyakorlatilag a legmagasabb szintről fogadnak ma minket, akik ebben kompetensek, hogy tudnánk. Az lehet-e, hogy egy telefonszámot cserélni, mert nem tudom, hogy az e-mail cím is, amit átadunk, hogy jó, akkor azt. Jó, akkor nagy tisztelettel átadnánk a jelenlegi demonstrációnak a lényegére vonatkozó petíciót. A fényképezőgépet tegyük már át a másik kezünkbe, mert nincs arcunk. Fogd meg, légy szíves, úgyhogy arc legyen mellette. Fogjad, jó? Mondjátok ebben, hallja mindenki, hogy miről van szó. Nem jó, hogy hallja. Hallja mindenki. Jöjjenek közelebb, figyeljük, az a lényeg, hogy jöjjenek közelebb. Igen, akkor meg úgy nem lesz jó. Akkor még egyszer nagy tisztelettel átadnánk a jelenlegi demonstráció vonatkozó követeléseinket, és arra kérnénk önöket, hogy gondolkozzanak el ennek a lehetőségén el, hogy a civil szervezetek kaphassanak 10 percet önöknél. Jó, köszönöm szépen. Én átvettem akkor az MTVA képviseletében a petíciót, és tanulmányokon fogjuk aztán is szeretem a petíciót. Mikrofon tegyük már oda. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Aki nem hallott semmit, itt azt hangzott el, hogy átvették
tanulmányozzák és megnézik a műsorszerkesztés keretén belül, hogy mit tehetnek az érdekünkben. Hogy még egyszer azért tudjuk, hogy miről van szó. Azt kérjük a magyar médiáktól, az MTVA-tól is, hogy naponta 10 percet főműsoridőben adjanak a civil szervezetek jogi képviselőinek annak érdekében, hogy a devizahiteles problémákkal kapcsolatosan tárgyilagosan tudják tájékoztatni a magyar lakosságot, mert ami ma megy a televízióban a kormány nyilatkozatai és a bankok nyilatkozatai alapján, az nagyon-nagyon messze van az igazságtól, körülbelül olyan messze, mint Makó Jeruzsálemtől, és ezt szeretnénk, hogy a televízió, főleg a magyar televízió, a magyar állampolgárokat, a magyar lakosságokat a valóságnak megfelelően tudja tájékoztatni a valós helyzetről. Még annyit szeretnék öntől kérni, hogy itt nem hallották, bemutatkozzon nekünk még egyszer, hogy ön kicsoda. Nagyon szívesen, Stein Robert vagyok, az MTV-a tartalomszolgálatási főigazgatója. Köszönjük szépen, hogy kifáradt, mert a Vertiálnél nem szedték ugye. Stein Robert vagyok, tartalomszolgálatási főigazgatója. Jó rendben. Köszönjük! Köszönjük szépen Stein Robertnek és a MTVA-nak. Bízunk abban, hogy elérjük a célunkat, bízunk abban, hogy eljut az emberekhez az az információ, amiről beszélünk. Hogy miért is fontos ez, jöttünk az úton, és nagyon sok ember értetlenül nézett, hogy miért is jövünk ott. Fel vannak matricázva az autók, és mégis nagyon sokan nem tudták, hogy mi folyik itt Magyarországon. Biztos vagyok benne, ha valamelyik sorozatnak a főszereplőjének a nevét skandáltuk volna, vagy írtuk volna ki, akkor lehet, hogy tudták volna, hogy miről van szó. De nem tudják az emberek, hogy bajban vannak, nem tudják azt, hogy ebből hogy lehet kijutni. Tehát ez a 10 perc naponta, ez arra lenne jó, és arra kérjük a tévétársaságokat, hogy el tudjuk juttatni az emberekhez, azokhoz is, akik azt se tudják, hogy hol járjanak utána, nem tudják, hogy bajban vannak, nem tudják, hogy hogy jöjjenek ki. Köszönjük szépen, örüljünk ennek! Demokrácia! Nagy... Egy kis figyelmet kérek, nagy navaró urat szeretnénk, hogyha ide fáradna. Arra szeretném magát kérni, talán nem mindenki tudja, hogy ő több száz napja itt demonstrál a televízió előtt, és szeretnénk, hogyha néhány szóban összeolna az emberekhez. Előtte egy rövid technika, és Fehér Korza útban van, valaki el szeretne állni, legyen kedves, menjen a sofőrje oda az autóhoz. IMR! Fehér Korza velünk van, legyen szíves elállni, hogy a parkolóautó ki tudjon állni, és akkor Nagy Navarro úrnak átadom a szót. Szeretettel köszöntjük őt a demonstrációnkat. Jó napot kívánok, én is köszöntök mindenkit. Az MTVA a közmédépület előtt 586 napja demonstráló aktivisták, kunigundai aktivisták és a Tiszta Kezek mozgalom nevében. Ami az önök problémája, az azt hiszem sokaknak a problémája. Most önök itt a devizahitelesek nevében kérnek hiteles, tisztességes tájékoztatást. Mi 586 napja az egész ország nevében kérünk hiteles, tisztességes tájékoztatást. Az, hogy hány percben adnak, az lehet vitatéma, de az, hogy egy közszolgálati médiának az a kutya kötelessége a mi pénzünkből, hogy beszámoljon a dolgokról, hogy informálja az embereket, az szerintem vita nélkül áll. Az, hogy aztán ki mit gondol az eseményekről, ki miként kezeli a tényeket, azt majd mindenki eldönti. Nem akarok én olyan országban élni, ahol majd valaki, egy kormány vagy más eldönti, hogy én mit gondoljak jónak meg rossznak. Sok minden lehet, hogy elválaszt minket. Lehet, hogy nem ugyanazt értjük bizonyos dolgokon. Lehet, hogy politikailag más a véleményünk. De szerintem ez mind belefér. De egyben biztos, hogy ugyanazt akarjuk. Azt akarjuk, hogy tisztességesen, normálisan tudjunk élni, hogy ne csapjanak be minket, hogy tisztességes feltételekkel kapjunk hitelt, hogy tisztességes feltételekkel kapjunk más dolgokat. Gondolom, önök sem könyöradományt kérnek, hanem annak a több százezer embernek a segélykiállítását képviselik itt a közmédia előtt, akik azt akarják, nem segélyadományra várnak, hanem hogy szerintük egy tisztességes feltételekkel biztosítsák azt, hogy ne kelljen a házukat
elárverezni, hogy ne kelljen családjukkal az utcára kerülni. Ez szerintem ennek az egész országnak az érdeke, ez több százezer ember érint, tehát nem mondhatja egy közszolgálati média, hogy erről mi nem akarunk beszámolni. Önöknek joguk van ahhoz, hogy kérjék, ha úgy tetszik, követeljék a tisztességes, hiteles, objektív tájékoztatást. Hogy ez 10 percben valósul meg, ez szerintem nem kulcskérdés. Ha önök látják, hogy hány műsor van ebben a közszolgálati televízióban, akkor igenis joguk van ahhoz, hogy több százezer problémájáról számoljanak be a hírekben, számoljanak be a háttérműsorokban, hallgassák meg az ön általuk javasolt szakértőket, meg más szakértőket. A lényeg az, hogy tényeket mutassák be, mindenki, akinek van mérvadó véleménye elmondhassa, és erről majd kialakítja az ember a véleményét. Ne mások döntsék el, hogy mi a rossz, ne mások mondják el, hogy ki volt felelőtlen, hanem a tények alapján mindenki levonhatja. És még egy. Ebben az országban nagyon gyenge lábakon áll a szolidaritás. Akik éppen nem devizahitelesek, azt hiszik, hogy ez nem az ő problémájuk. Mert nem őket érni. Aki pedagógus, az azt mondja, de én értem nem állt ki a rokkannyugdíjas. A rokkannyugdíjas, én értem nem állt ki a devizahiteles. Nagyon fontos, hogy álljunk ki egymás mellé. Álljunk egymás mellé, függetlenül attól, hogy mondjuk mi a politikai meggyőződésünk, ha úgy érezzük, hogy együtt, tisztességes. Én kiállok ugyanúgy a devizahitelesek mellé, és majd megvitathatjuk azt, hogy milyen módon lehet ezen a problémán valamafajta megoldást találni. Ez nem csak az a több százezer devizahiteles problémája. Ez családok és az egész ország problémája. Ha elkótyavetjelnek ingatlanokat, ha földön futóvá tesznek embereket, az nem segít ezen az országon. Ha munkanélküliek lesznek, mert nem tudják fizetni a hiteleket, nem segít ezen az országon. És még egy utolsó gondolat, a felelősség kérdése. Tudnunk kell, jogunk van hozzá, és a köztévének, közrádiónak kutya kötelessége azt is utána menni, hogy van-e felelőse annak a helyzetnek, ami itt kialakult. Politikai, szakmai, egyéb felelőse, én nem nagyon hallottam erről, mindenki másra mutogat, szerintem ennek is van felelőse, és azt kell mondani, tényleg azt kívánom önöknek, hogy érjék el céljaikat, én magam azért azt tudom hangsúlyozni, tisztességes, jogállami, békés eszközökkel, és üzenni tudom a közmédiának, hogy egy kutya kötelessége van tisztességesen, objektíven tájékoztatni a mi pénzünkből. Köszönöm szépen! Köszönjük Balázsnak! Itt, amikor a helyszínt jártuk be, akkor találkoztunk, és valóban egyszer sem voltunk ott, amikor ők valamiért tüntettek, de volt, amikor már terveztem. Aztán valamiért a mi ügyünk fondosabb volt. Ugye korábban, közel egy éve én láttam, hogy ők mit tesznek itt, hogy ide kiálltak, és milyen kálváriákon mentek keresztül, de mindig volt valami fontosabb. Mindig volt, a saját ügyünkkel kellett foglalkozni, mások ügyével kellett foglalkozni. Hát itt az alkalom, és ez ugye régi veszőparipám, az együttműködés. De nem csak a devizahitelesek egymással, hanem a devizahitelesek másokkal, és mások is a devizahitelesekkel. És akkor el fogjuk azt érni, hogy ott leszünk 1 millióan az utcán, és akkor csöndesen meg tudjuk ezt a dolgot oldani. Amíg csak ilyen 100-200-an leszünk, addig nagyon oda kell csapnunk, hogy bármit el tudjunk érni. Hát sokkal egyszerűbb az, ha jó sokan elmegyünk, jó sokan ott leszünk, és elmondjuk, hogy elég volt. Elég volt a félrevezetésből, elég volt a hülyítésből, elég volt abból, hogy emberek kifosztásából élnek valakik nagyon-nagyon jól. Nem baj az, ha valakinek több pénze van, mint nekem, de ne úgy, hogy másét elvegye. Tegyen értéket mellé, hogy neki sok pénze legyen. Nyújtson valami szolgáltatást, nyújtson valami olyat, amiért szívesen adok neki. Mint régen, az orvosnak szívesen adták az emberek a tyúkot, a libát, a disznót, ha meggyógyított valakit. Szívesen adták oda az igazságos királynak is ezeket az embereket, de aki megnyomorított másokat, annak utána nagyon szomorú vége lett, legtöbb esetben felkötötték. Itt nálunk most nem így csináljuk ezeket a dolgokat, csak börtönbe juttatjuk őket, de kivívjuk a szabadságunkat és amit el szeretnénk érni. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy a rendőröknek megköszönjük, a legnagyobb utunk most ez volt, ennél már csak rövidebb túráink lesznek, remek volt, pontos volt, és minden úgy zajlott, ahogy megbeszéltük, vagy még annál is jobban. Köszönjük szépen egy tapsot a rendőröknek! Ezt kérjük a nap folyamán is, akik pedig a sorban jönnek, kérem, hogy felzárkozva határozottan jöjjenek. Istvánnak visszaadom a szót. Amíg a média itt van, egy pár mondatban szeretném elmondani.
hogy a mi ügyünk az arról szól, hogyha valaki felvesz 500 ezer forintot egy magánembertől, és másfél milliót kérnek érte vissza, az uzsora kamat azért azt az embert börtönbe csukják. Ha a banktól veszem fel ugyanezt az összeget, és már 4 millió forintot kér vissza a bank, az még mindig természetes. És a kormányunk még mindig nem tesz semmit, csak mutyizik a bankárokkal tárgyal, és nem a kárvalósultaknak a jogi képviselőivel. Ez a legnagyobb probléma, és ezt kellene igazán a televízióban is leadni az embereknek, hogy a kárvallottak jogi képviselőinek a megszólalási lehetősége a nyilvánosság előtt. Ez lenne a legfontosabb. Egy szóval az uzsora egyenlő bűncselekmény. Ha ránk vonatkozik, akkor rájuk is vonatkozik ugyanez a törvény. Sőt, hogyha te 500 ezeret úgy, hogy az István mondta, te fölveszel, háromszorosát visszakéred, de azért egy év múlva, vagy fél év múlva már börtönbe vagy. De ők hol vannak, mikor te még 1 millió 800 mondjuk tartozol, 4 milliót kér vissza, akkor hol van az a kurva nagy igazság ebben az országban? Miért kell ezt hagynunk? Sehol, és ezt ki kell vívnunk, ezért ki kell állnunk. Ennyi. Tudod miért? Mert a bankok lobbiznak a kormánynál, meg akkor a tessék, politikusoknál, kiállni, és leadnak abból a pénzből. És itt is mindenki mondja a másiknak. Az uzsorások meg nem adnak le, majd ha leadnának azok is, akkor őket se tartóztatnának. Kedves otthonvédők, kompányosok, nem adom a házam mozgalom, Békés megye viharsarok, és aki még nem látok, Káli kompánycsoport, Sarkad, Radikális bankcsapat, nem írtam össze, kik vagytok itt, Zalaegerszeg egy új csapat, Új Magyarország csapat, Mozdulj Magyarország csapat, sokan vagyunk már, úgyhogy képviseljük az országban az emberek érdekeit. Köszönöm nektek, hogy itt vagytok velünk, a nagyon nagy anyagi megterhelés mellett, mert azért azt már tudni kell, hogy február óta folyamatosan az utcán vagyunk, és nem csak fizikailag vagyunk megterhelve, hanem anyagilag is, úgyhogy mindenkinek nagyon köszönöm, aki eljött. És menjünk tovább a következő médiához, és ott is próbáljuk meg elmondani, amit szeretnénk. De még Béla szeretne valamit mondani. Hagyjunk hangot egy kicsit, ha már kijöttetek majd. A fehér kéményseprőktől is vannak itt, úgyhogy őket is köszöntjük. Ha valakit kihagytam, ne haragudjon meg, majd a következő állomáson nyugodtan jöjjön ide és szóljon. Következő állomás. Foglaljuk el a helyünket az autókban. Azt hittem a székházat. És elindulunk. A székház foglalás az később lesz, és törvényesen.